Sziasztok, Robin vagyok, és bemutatnám a Micro Machines tankok második részének bemutatását. Íme az első. És ez ugye a Galoob csinált ezeket a kis autókat még 1987-ben. És azt hiszem 2008-ig volt. Aztán jött egy szünet. És ahogy látjátok, nagyon részletesek ezek a járművek. És 2015-ben visszajöttek, de már sajnos nem járműveket adtak ki, hanem én úgy tudom, hogy csillagháborús űrhajókat így kicsiben. És még szerintem most is adnak ki. Egy kicsit még a csövét is lehet állítgatni, és lehet a fejét is forgatni. Ez egy másmilyen. Ez az a különlegesség ebben a tankban, hogy ez, halljátok ezt a hangot? Hangot ad ki. Ilyen lövés hangot. Úgyhogy ebben még elem is van. De milyen kicsi lehet. Na, úgyhogy ez egy ilyen, nem tudom, terep színű, hogy az 50 forintoshoz mérten ekkora. Ez egy ilyen hosszú csövű. Lehet állítgatni a fejét is, meg a csövét is, le, meg föl. Meg is forgatom, hogy lássátok. És van még ilyen csillag is, és nagyon részletes, nézzétek meg azt a munkálatokat. Gépfegyver ott a tetőn, nagyon jól néz ki. És ez is egy ilyen, nem tudom milyen fajta tank, de itt van lövegtornya is, és ugyanúgy forgatható a fejrésze is ennek, de ez rövidebb csövű tank. Ilyen elmeletes, ahogy látjátok. És egy ugyanilyen, csak más színben, vagy hasonló, ennek ilyen fölfele álló ágyú része van, és van egy ilyen lövegtorony oldalt. És a feje persze forgatható ugyancsak, mint az összes többinek. És az 50 forintoshoz eléggé. Na most jönnek a kicsik. Nézzétek, mekkorák az 50 forintoshoz képest ez a kicsi. Ez hosszú csövű tank. Íme. 102-es. És azokat úgy beleírni, hát ez nem semmi. Hosszú csövű. Ez is egy ilyen nagyon jó terepszínű. Akár még ilyen sivatagban is használható, és ugyanúgy forgatható a fej része is. És állítható szerintem, nem. Ez vagyis, hogy nem is stabil van, csak. Mert ez stabil. Ennek nem mozgatható így a csöve. De egyeseknek igen. Na és akkor már az utolsó hármat mutatom be. Ez egy ilyen vörös, hosszú csövű tank. Ilyen szép kis sárga csillaggal van díszítve, és mindenféle ilyen részletek, ilyen szürke és piros terepszín ad a járműnek. A rövid csövű következik. Íme. Ez egy USA, ugye, amerikai,
van csillag is, és ennek is mozgatható a fejrésze. És íme. És az utolsó, ez a legkisebb szerintem. Ez olyan kicsi, hát... ekkora a kis ujjamhoz képest ekkora. És hát ez is nagyon részletes. És ott van jelzések, meg minden, és van ott lövegtorony is ilyen gépfegyvernek, de hát nézzétek meg ezt a... Megpróbálom úgy, hogy közelebbről, egy kicsit behomályosodik, de talán tud fókuszálni, ha mögé teszem így a kezemet. Nézzétek. Nagyon kicsi, hogy alig tudja fókuszálni. Íme. Ez a legkisebbik tank. Na, remélem tetszett nektek így a bemutató. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Sziasztok!